Március 25-én átadták a felújított tetétlen önkormányzati hivatal épületét. Közel 30 millió forintos belügyminisztériumi támogatásból teljes külső és belső átalakításon esett át a hivatal, ható irodát hoztak létre, valamint az ügyféltér és a szociális kiszolgáló helyiségek is teljes mértékben megújultak az energetikai korszerűsítés mellett. A nyert összeget a tetétleni önkormányzat 5 millió forinttal egészítette ki. Az épület hivatalos átadóján jelen voltak a környék településeinek vezetői is. Az eseményen felszólalt többek között Boró Sándor államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője is. A polgármester asszonynak, Hajninak, ez mindig ilyen küldetése volt, hogy tetétlen ne az legyen már, akinek úgy senki sem tudja a nevét, vagy csak kevesen a környéken, vagy akár távolabb is, hanem hogy minél többen halljanak róla, vagy minimum arról a munkáról, amit itt végeznek. És hát ebben a munkában nyilván a közösségi programok szervezése mellett nagyon maradandó fizikai felújítások, átalakítások is születtek. Sorra vehetnénk, de hát, ahogy látom az arcokat, szinte mindannyian itt voltunk ezeken az állomásokon. Megszépültek a középületek, az egyházi épületeket is sikerült rendbe tennünk az elmúlt időszakban, vagyis láthatóan haladtunk ezzel a munkával. Azt kívánom önöknek, kedves tetétleniek, kedves önkormányzati vezetőtársaim, hogy az ilyen viszonylag kisebb oldalú fejlesztések se kerüljék el a figyelmünket, mert úgy tudunk igazán haladni, hogyha minden egyes forrást egymás mellé rakunk. Legyen az gazdaságélénkítés, legyen az területfejlesztés, vidékfejlesztés, vagy ezek a minisztériumok által biztosított lehetőségek. Még egyszer azt kívánom önöknek, hogy használják egészségben a létesítményt, magánéletükben, civil kapcsolataikban, munkásságukban pedig erőt, egészséget, boldogságot kívánok. Köszönöm szépen! Borbélyné Fülöp Hajnak a polgármester beszédében elmondta, régóta várt beruházás fejeződött be a napokban tetétlenen, a most átadott hivatal épülete minden igény kielégítő és teljes mértékben megfelel a 21. század követelményeinek. Sok-sok munka, gond, küzdelem és áldozat révén valósult ez meg. Sok akadályt kellett leküzdeni, ahogyan már az előbb is említettem, és sok-sok ember munkája kellett mindehhez. Nekem megtisztelő és jó érzés volt látni azt, ahogyan e cél megvalósulásáért sokan dolgoztunk a legjobb tudásunk szerint és konstruktívan. És bár ez a fejlesztés eredményesen befejeződött, ahogyan az előbb is említettem, még a jövőben is számtalan olyan megvalósításra váró cél áll előttünk, amely eléréséhez szintén kellünk mi így együtt, mindannyian. Remélem, hogy a megújult és most átadásra kerülő önkormányzati hivatal az ide betérő emberek nagy megelégedésére fog szolgálni. Legyünk rá büszkék, becsüljük meg, és töltsük meg olyan tartalommal, amely a jövő nemzedékének például szolgálhat. Hiszen a magyar közigazgatás Magyari Zoltán nevével fémjelzett korszaka óta, azaz 1936 óta világhírű. Ünnepi beszédemet Jókai Mór idézetével zárom. Csak azt tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke elmondta, az elmúlt években, évtizedben a közös munka eredményeképpen tudott a kormány olyan eredményeket elérni, hogy ma már van forrás ezeknek az intézményeknek a felújítására. Ha a 2010 előtti időszakot nézzük, akkor a beruházásoknak a több mint 74%-a az európai uniós forrásokban valósult meg, ma meg pedig fordítva van, közel 30%-ot csak, az sem kevés, fogunk az európai uniós forrásokból beruházni. Az összes többit egyébként abból tudjuk megteremteni, amit önök a munka hatékonysága, a szervezettségével, vagy éppen államtitkár úr kedvenc területe, a foglalkoztatás, ugye, hogy 1 millió emberrel több ember foglalkozik. Higgyék el, hogy ezek egyébként a társadalomban talán nem tudunk erről nyíltan beszélni, de ez egy óriási eredmény, és ebben mindenkinek megvan a maga része. Elnök úr beszédét követően átadta Borbélyné Fülöp Hajnak a polgármesterasszonynak a helyi identitás jelképét, egy bocskai szabját. Az eseményre ünnepi műsorral készültek az általános iskolások is.
műsort követően Borbéné Fülöp Hajnak a polgármester asszony vezette körbe a kívülbelül teljesen megújult önkormányzati hivatal épületén a megjelenteket. A község első embere beszélt riporterünknek a beruházás részleteiről, elmondta, hogy a település vezetése komoly hangsúlyt fektet arra, hogy minden fontos intézmény épülete megújuljon energetikailag. A pályázat előkészítésétől és benyújtásától kezdődően egy 2 éves ciklust ölelez át. Nem volt egy könnyű futam, mondjuk így, de megérte, hiszen a vendégeink is, illetve a település lakosai is folyamatosan elismeréssel szólnak erről a beruházásról. Valóban a településnek egy újabb üdes színfoltja ez az épület, és nem mellesleg egy közigazgatási, a közszolgálatában működő épületről beszélünk. Így most már a fejlesztés követően egy modern körülmények között a mai kor elvárásainak megfelelően zavartalanul fognak tudni dolgozni a köztisztviselők a közérdekében, a lakosság érdekében. Szinte mindegyik közintézmény már energetikai korszerűsítésen esett át. A legtöbb intézményen, ahol a forrás lehetőségek engedték, azt napelemes rendszert is elhelyeztünk, illetve most van folyamatban, és várhatóan néhány héten belül megkapjuk a támogató jogiratot, és bízunk benne, hogy kedvező bírát lesz, és megkaphatjuk helyesebben a támogató jogiratot. A szivárvány idősek otthonának a teljes energetikai korszerűsítéséről, ott is napelemes rendszer, utólagos hőszigetelések, nyílászáró cserék, tehát mindaz, amivel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy egy-egy intézmény üzemeltetése, fenntartási költsége energiahatékonyabb és költséghatékonyabb legyen. Boró Sándor államtitkár térségünk országgyűlési képviselője riporterünknek elmondta, Tétlen jó úton jár, hiszen az önkormányzat tudatosan tervez és pályáz. Minden esélyt megragad a község vezetése, hogy minél több fejlesztés megvalósulhasson, és még élhetőbbé tegye a települést. Mikor arról volt lehetőség, hogy hogyan és miképpen lehet fejleszteni ezeket a településeket, nyilván mindenki választott egy főcsapást. Volt, aki azt mondta, hogy náluk a belterületi utak a legfontosabbak. Valóban, mármint a helyreállításuk, felújításuk, megépítésük. Valóban ez is lényeges kérdés, így volt ez Tétlenen is. Volt, aki azt mondta, hogy a humán infrastruktúrát, orvosi rendelőt kell rendbe tenni, óvodát, bölcsődét, bölcsődei szobát, tornaszobát, ebből is kivette a részét Tétlen. De ami számomra különösen fontos volt, hogy a energiahatékonyság kapcsán egy új fejezetet nyitott, hiszen talán majd minden középület energiatakarékosan működik, ami rendkívül nagy szó. Azért nagy szó, mert azok a források, amelyek most pont ebben az előbb említett nehéz időszakban esetleg elmennének rezsiszámlára, azok megmaradnak, megmaradhatnak, és a következő fejlesztések alapján szolgálják. Így volt ez akár a hivatal felújításánál is, hiszen nyilván most már egy méltó környezetben tudnak dolgozni a munkavállalók, méltó környezetben tudják fogadni Tétlen lakosait, és hát ez abszolút egy logika. Az mindig fontos, hogy a fejlesztési elképzeléseink, meg egyáltalán a munkavégzésünk során is legyen mindig egy vezérfonal. Őszintén ezt tapasztalom egyébként választókerületünk mindegyik településén, mind a 15 településen, választottak maguknak egy vezérfonalat. Van, aki előrébb halad, van, aki egy picit lemaradva még, de az teljesen egyértelműen látszik, hogy a területi operatív programok, illetve a területi operatív plusz programoknak a hatása az látványosan érzékelhető. Borbényné Fülöp Hajnak a polgármester asszony elmondta, ahhoz, hogy a település épüljön, szépüljön és lépésről lépésre haladjon előre, a kormány támogatására és Bodó Sándor államtitkár úr, valamint Pajna Zoltán elnök úr közbenjárására is szükség volt. Ahogyan az ünnepi átadón is elhangzott, én fontosnak tartottam kiemelni, abszolút mértékben segítette a munkánkat, a települést. Bármikor fordulhattunk és fordulhatunk hozzá, mindig nyitott és nem csak meghallgat, hanem segít is a lehetőségéhez mérten, és nyilván a kereteken és lehetőségeken belül. Ez ugyanígy igaz elnök úr a megyék, Hajdú-Pihan megyék közgyűlés elnökére. Azt gondolom, hogy az együttműködés az rendkívül fontos. Annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk fejlődni a legkisebbektől a legnagyobb településekig, és nyilván fontos azért is, mert csak így tudunk eredményesek lenni.